Sikongatva szaladtak át a gyerekek a szekszárdi Garai térre csütörtökön kihelyezett párakapu alatt. Szükség is van erre a lehetőségre. Csütörtök délben 30 Celsius fok volt Szekszárdon, és a következő napokban ennél is melegebb idő várható. Közben a meteorológiai szolgálat extra erős UV-sugárzásra figyelmeztet. Ilyenkor akár 10 perc alatt le lehet égni. A szakemberek azt mondják, érdemes 11 és 15 óra között árnyékba húzódni, kevés testrészfedetlenül hagyó ruhát viselni, továbbá fényvédő krémet alkalmazni. A járókelők közül nem mindenki vette figyelembe ezeket a szempontokat ruházata kiválasztásakor. Pedig fontos ezeket komolyan venni, mert akár egy leégésből is bőrrák alakulhat ki. Figyelmeztet Ligeti Judit bőrgyógyász. A kisgyerekkori fölégés az különösen veszélyes, többszörösére emeli a melanoma veszélyt, és felnőtteknél is, ahogy mondtam, akár egy felégés is csinálhat már bajt. A melanoma elsősorban a leggyakrabban UV-sugárzásnak kitett területeken, így például a fejen, arcon, nyakon alakulhat ki. Tudni kell, hogy hogy néz ki egy melanoma, és hogy néz ki egy anyajegy. Tehát, hogy anyajegy elkezd változni, nőni, sötétedni, meg kell mutatni. Akár soron kívül is egyébként évente javasolt a szűrés, de nem csak anyajegyből indulhat ki melanoma, hanem éppbőrből is. A szakember hozzátette, a melanómánál minden esetben megjelenik egy barna folt, amit ha időben észrevesznek és kezelnek, gyógyítható. Ha viszont ez nem történik meg, áttéteket okoz a szervekben és a betegek fele meghal. Korai felismerésekor azonban ez az arány 10% körüli értékre csökkenthető. Ezért is fontos átvizsgálni bőrünket negyed évente, továbbá évente elmenni egy anyajegyszűrésre.